Negyedik fejezet. Fingol és Melian. Melian maja volt a valák fajából. Lórim erdejében élt, s népében nem volt nála szépségesebb, sem bölcsebb, sem járatosabb a dalban, meg a varázslásban. Azt beszélik, hogy a valák odahagyták munkájukat, a madarak Valinorban fölhagytak a csicsergéssel, Valmar harangjai nem kondultak, s még a szökőkutak csobogása is elállt, amikor a fények összevegyülésekor Melian dalra fakadt Lórimban. Fülemülék röbdöstek a nyomában, s ő tanította dalra őket. S a nagy fák mély árnyékát kedvelte. Magának Yevannának volt őrokona a világ teremtése előtt. S amikor a Quendek fölébredtek Cuivienen vizei mellett, akkor kelt át Valinorból a földre, s a hajnal beköszönte előtt, megtöltötte középfölde csöndjét a maga meg a madarai hangjával. Nos, hogy útjuk a végéhez közeledett, a telerek hosszasan elidőztek Kelet-Beleriandban, a Gelion folyón túl. S akkoriban sokan a noldák közül nyugaton éltek, azokban az erdőkben, amelyek később a Neldoreth meg a Region nevet kapták. Elve a telerek ura gyakran kelt át a hatalmas erdőségeken, hogy felkeresse a barátját, Finvét, a noldák között. S egy ilyen alkalomkor eljutott Nan Elmoth csillagfényes erdejébe, s hirtelen meghallotta a fülemülék énekét. Ekkor varázslat szállott rá, és mozdulatlanul állt. S a Lómelindi énekénél is erősebben hallotta Melian hangját, amely csodálatot és vágyat ébresztett a szívében. Teljesen megfeledkezett népéről és minden céljáról. Követte a madarakat Nan Elmoth szívébe, és nyoma veszett. Végül egy csillagfényes tisztásra ért, és ott állt Melian. S ő a sötétségből nézett a majára, akinek Aman fénye tündökölt az arcán. Melian nem szólt, ám Elve szívét szerelem töltötte el. Oda ment a lányhoz, megfogta a kezét, s varázslat szállt ekkor rájuk. Így hát mozdulatlanul álltak ott, míg odafönt a körbeforgó csillagok hosszú éveket számláltak, s Nan Elmoth fái sudársötétté növekedtek, mielőtt ők megszólaltak volna. Így hát Elvét hiába kereste a népe, s Olwë lett a király, s vezette őket, ahogyan később mesélték. Elve Singolló soha többé nem kelt át a tengeren Valinorba, amíg csak élt. S nem tért vissza Melian sem, ami kettőjük hatalma tartott. Ám tőle származott a tündéknek és az embereknek az a törzse, amelynek ősei az Ainuk, akik Ilúvatárral voltak még Ea teremtése előtt. Később Elvéből nagy király lett, az ő Elda népe lakta egész Beleriandot. Sindáknak hívták őket, szürke tündéknek, a félhomály tündéinek. Őt pedig szürke köpenyes királynak, Elu Fingolnak annak a földnek a nyelvén. És Melian volt az ő királynéja, középfölde legbölcsebb teremtménye. S rejtett csarnokai Menegrothban, az Ezer Barlangban álltak, Doriath földjén. Nagy hatalmat adott Melian Thingolnak, aki maga is hatalmas volt az Eldák között. Hiszen a sindák közül egyedül ő látta a tulajdon szemével a fákat virágzásuk idején. És bár az Umaniák királya volt, mégsem a Morikvendek között tartották számon, hanem a fénytündék között, akik nagy hatalommal bírtak középföldén. És Fingol és Melian szerelméből született a világra a legeslegszebb Ilúvatár valamennyi gyermekei közül, aki valaha is élt, vagy élni fog.